Szeretettel köszöntök mindenkit templomunk egyik újabb visszavonulásán. Van-e kérdésetek arról, amit az interjú szobában nem kérdezhettetek meg, de most igen. Szóval hogyan tudjuk az emberi feldolgozó képességet növelni új, oly módon, hogy az meg is maradjon fixen, és mindez úgy történjen, hogy a lehető leggyorsabb módon zajló, zajlódjon le emberi feldolgozó képesség alatt mit értesz? Hát mondjuk egy konkrét példát vegyünk mondjuk egy, egy vers tanulás esetében, hogyan tudom a verset a lehető leghamarabb a memóriámba elhelyezni úgy, hogy az meg is maradjon hosszabb időig. Láthatsz a neten ilyen nyelviskolás hirdetéseket, hogy könnyen, gyorsan tanuljon meg mondjuk angolul, vagy egyéb nyelveket, és ilyen műszereket raknak a fejedre. A képek zseniálisak, mert magukra vonják a figyelmet. Egyébként nem tudod, hogy mi történik az iskolákban. Egy ilyen helyre menjél el. Az ennek semmi köze a gyors tanuláshoz, vagy a lassú tanuláshoz. Ahhoz sokkal inkább köze van, hogy mi az, ami tanul, és mi az, ami felejt. A tudat és a test együttműködése, vagy a lélek és a test együttműködése, az a zenben ugye nyolc szinttel íródik le. Öt az, ami nagyjából fizikai. A hatodik az az átmenet, és a hetedik és a nyolcadik az pedig tényleg a léleknek a kizárólagos funkciója. Az elsőt az a fizikai érzékszerveknek a gyűjteménye, tehát látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A hatodik az a konceptuális gondolkodás, ahol azt a hangalakot, hogy bot ehhez a tárgyhoz ragasztod, már elég korán, amikor nyelvet tanulsz. A hetedik az a megkülönböztető tudatosság, amely kimondja, hogy ez egy pohár, ez meg egy bot. És konvencionálisan azt mondjuk, hogy a pohár az nem a bot, és a bot pedig nem a pohár. Az egyikből iszunk, a másikkal ütünk, stb. A nyolcadik pedig a tárháztudat. És a tárháztudat az az a memória, ahol mindezt eltárolod. Na most, ha megnézed, hogy valójában az emberi pszichofizikum és a test és a lélek hogyan működik, a jó működésnek nagyon sok feltétele van. Például az, hogy egy iskolában képzést kapsz, hogy hogyan kell tanulni. De a másik, amit nem tanulsz meg az iskolák 99%-ában, az az, hogy mi az, ami tanul. Tehát mi az a tudatosság, ami ezt a nyolcat látja, és mélyebben menedzseli. Tehát nem a hardvert keressük, hardware az elég múlandó Összeraktuk valami DNS-ből és egyéb fehérjékből, rostanyagból, nagy részt víz, ugye? És amikor vége van, akkor iránya az újra cirkuláltató állomás. És a szoftver, az pedig ugye a 6-os, 7-es, 8-as, a fogalomalkotás, a megkülönböztetés és a tárolás. Na most ezt is fejlesztheted egy csomó helyen. Tehát az első ötöt azt a konditeremben, a 6-7-8-at azt valamilyen egyéb, ugye, mentális tevékenységekre kihegyeződő iskolában. De azt, hogy mi az, ami ezt a nyolcat látja, mi az, ami az ént látja, ami az illúziókat feloldja, például a hamis önkép illúzióját feloldja, azt nagyon kevés helyen tanítják. Na, ez egy ilyen hely, sok más hagyományjal együtt. És hogyha verset szeretnél tanulni, akkor vannak színészképzők, nyelviskolák, egyéb stúdiók, és ott ezt megtanítják neked. Itt valami más tanítunk. Az viszont biztos, hogyha a 6-os, 7-es, 8-as az akadálytalanul működik, akkor gyorsan tanulsz, gyorsabban, mint hogyha a hetesnek a filterei állandóan fönn vannak, hiszen a hetedik megkülönböztető tudatosság az, ahol kiválasztod azt, hogy mi az, ami a túlélésedet, birtoklásodat és kreativitásodat per szaporodásodat segíti. És ezek azok az ösztönelemek, amelyekből ugye az énségünket összerakjuk. Na most, ha egy túl sok a filter, akkor szeretni fogod a verset, vagy nem? Egyet értesz -e az üzenetével, vagy sem? számodra jó-e a költő önéletrajza, vagy túlságosan eseménydús volt, vagy eseménytelen volt. Úgyhogy, ha túl sok a filter, akkor nem tudod megtanulni. A nyolcas az a tárháztudat. Hogyha a hetes az teljesen transzparens, és csak megkülönböztet, de nem alkot ítéletet, akkor a nyolcasból a hatosba nagyon gyorsan mennek az adatok oda is, meg vissza is. Tehát gördülékenyen tudsz beszélni, jól tudsz emlékezni, de nem tenk túl az emlékezés és a beszéd sem. Ehhez viszont egészen más képzettség kell, mint a puszta vers tanulás. Sokkal nagyobb dologról beszélünk, egyben egyszerűbb dologról. Ezt hívjuk szellemi gyakorlatnak, a tudat letisztításának, és hogyha a tiszta tükörszerű tudattal végzed ezt a tevékenységet, akkor a vers tanulás is jobban megy. De hogy hogyan kell gyorsan verset tanulni, azt ezekben a stúdiókban, amiket az előbb említettem, megtanítják neked. Egyéb kérdés? A tudatunk természetét miképpen tudják befolyásolni a elvárások, ragaszkodások? Nagyon. És mi a legnagyobb csapás a tudatunk természetére? Amikor nem teljesülnek az elvárások, amikor az illúziókból fel kell ébredni, amely az egoitás képzetére, az önképünkre óriási csapás, az önvalónknak ez teljesen mindegy. Tehát ott nincs jó vagy rossz, jövés vagy menés, élet és halál, és ezért a régi hagyományban nagyon sok attribútuma van annak, amikor valaki nem pusztán az én képzetéből vagy az önképből dolgozik. Az egyik az, hogy van egy egyévállás tapasztalat, vagy megvilágosodás élmény, vagy felébredés momentum. Ezeket akárhogy hívjuk, ezt, nem tudod szóba fogni. Nevezheted akárminek. Mi a nem tudható tapasztalatának hívjuk, mert ezzel hazudtuk a legkisebbet. Minden más, ami ennél tárgyasabb, több mindennel bír, az ö, nagyobb távolság a valóságtól. Na most kondicionált létben élünk, és hogyha csak magunkra gondolunk, csak a saját önképünk, sikerünk, boldogulásunk és egyebünk a fontos, akkor a különböző elváráshalmazok, ítéletcsomagok, szembesülések, ezek elképesztő gyorsan erodálnak minket. És hogyha ezt megszüntetjük az, hogy szétosztjuk ezt a térben, tehát látod az ok és okozat működését, látod azt, hogy sokkal nagyobb hálózatnak a része vagy, például egy emberi közösségnek a része vagy, itt most körülbelül 40-45 fő, odakint mondjuk egy városnyi, aztán egy országnyi, és a többi, kontinens, és annál nagyobb, akkor látod azt, hogy mi az, ami bennünk közös, és mi az, ami elválaszt egymástól. Tehát ha osztozunk a sorsban, akkor könnyebb elviselni. Ha közösen cselekszünk, abban nagyobb erő van. Ha a szemléletedet ugye, meg tudod osztani mással, akkor ugye, az is ugye, erőt nyer. Na most nézd meg azt, hogy mi az, ami tényleg a te dolgod, és itt van egy óriási fegyver idézőjelben, a hamis elvárásokkal szemben. Tehát elvárhat tőled egy csomó mindent a családtag, a barát, az ellenség, ugye kinek a kottájából játszol. Hát Előbb-utóbb meg kell találni, hogy mi a te dolgod, mit vársz el te saját magadtól, és valójában mire vagy hivatott, miért éled ezt az életet és akkor semmiféle hamis elvárásnak, ítéletnek és egyébnek nem dőlsz be, ezért jó a tér tudat, mert a teret azt nem lehet megütni. A térben nincs felület, de mégis mindent tisztán tükrözöl. Tehát amikor azt mondjuk, hogy tiszta térszerű és tükörszerű, nagyon ritkán mondják azt, hogy szúnyim, szúnyim, ez ellentmondás, mert hogyha tér, akkor hol van a tükör? Hogyha tükör, akkor hol van benne a tér? És azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy mit gondolsz, mert ez, amiről beszélünk, ez gondolkodás előtti. Tehát egyszerre térszerű és tükörszerű. Tehát teljesen üres, felület nélküli, és mindent tisztán lát és tisztán tükröz. Ezt a paradoxont, ezt nyugodtan vidd el magaddal. Logikailag sem oldható fel, egyébként sem szeretném feloldani, még hogyha lehetne, akkor sem. Gyűrközzé vele. Azért vagy. Itt. Tehát Nézd meg, hogy pontosan honnan jönnek és hová mennek ezek az akaratvektorok. Ki mit akar tőled? És miért? Mi a motivációja? Mi a célképzete? Nagyon jól lehet látni, hogy ki milyen szögből érkezik az életedbe, és hogyha hagyod, akkor ugyanabba az irányba távozik. De ha elé állsz és azt mondja, hogy nekem igazam van, akkor ütni fog, vagy simogatni fog. Attól függ, melyiket szeretné. Úgyhogy úgy vállaljunk fel konfrontációt, hogy abból általában vagy vágy, vagy típusú eredmények születnek. Ezért bizonyos társadalmakban nem engedik, hogy például egy férfi és egy nő pár másodpercnél többet így egymásra nézze, mert abból biztos, hogy lesz valami. Azért akarják el. Tudod? Tehát nagyon fontos azt látni, hogy a, a szembenállást azt lehet úgy gyakorolni, hogy nem lesz belőle konfliktus. Ezért találták ki a Kohn interjút. Tehát a tiszta tükrözésre épülő és a megvilágosodást magunk elé tűző találkozás az a koan interjú, mert sem vágy, sem dű alapú kimenetele nem lehet. Úgy találták ki. Tehát ha lecsúszol az egyik oldalra, helytelen a válasz, lecsúsztál a másik oldalra, helytelen a válasz. Tehát mindenki előbb-utóbb szembe kerül azzal, hogy hogyan mentjük meg a macskát Namcson zenmester késétől. És a dűtípusú reakció az, hogy az a mocsok zenmester, te! Hát megölni a macskát! Hát hogy szekheti meg a fogadalmát? Hát hogy meri? Hát én nem adok rá engedélyt. Másik pedig elkezdené babusgatni, hogy az a kis cicukat, Hát miért? Hát én azt annyira szeretem. Hát meg akarom győzni az embert, hogy szeretem. És hogyha szeretem, akkor talán megmentem, stb. Na hát ekkor vannak óriási lefordulások a lóról, akár az egyik oldalra, akár a másik oldalra. És ezért kell nagyon figyelni, hogy a szembenállás a találkozás az nem kell, hogy dű vagy vágy kimenetellel végződjön. Tehát ha az énség nagyon komolyan működik, és a polarizáció az elindul a hetes ugye, tudatszinten, akkor azon nyomban legyártom a jót és a rosszat, az ént és a mást, a nyerességet és a veszteséget, és nem tudok csak tükrözve szemben ülni, vagy szemben állni, hanem azon nyomban vagy nyeresség van, vagy veszteség. Oké? Okay? Úgyhogy ezért van az, hogy valaki hosszas kínlódás után megold egy kuant, és akkor azt mondja, na, és akkor most mi van? Kapsz egy másikat. Azért, hogy a nem tudható aranyértékű tapasztalatával tovább éld az életedet. És ezt prolongáljuk, mert van 208 darab kuan, amit használunk, az évekre elegendő. Legtöbbünk évekig használja ezt. Úgyhogy óvatosan az elvárásokkal, ítéletekkel és egyéb ilyen képződményekkel meg kell látni, hogy ezeknek mi az alapja, honnan jöttek és hová mennek, mi az, amiben beleszólsz, csak úgy kavart, hogy be ne a kanál, ez fontos. És onnantól kezdve pedig felnőtt módon tudjuk az életet élni, mert a felnőttség az alapvetően egy idő után nem életkor kérdése. Biológiailag megértünk, de megértünk-e szellemileg a felnőttségre. Ez egy bizonyos szellemi autonómia kell, hogy a tisztánlátásodat ne vehesse el senki. Jó? Köszönöm. Úgy hatodik, hetedik óra a meditáció után a mai napon már nagyon megbántam, hogy emberi testet öltöttem. Ez mindenkivel és, előfordul, aztán és, hálás lesz a következő nap. De Ilyen. utána jött még az interjú szoba, azt, ott meg leromboltál mindent, ami volt. <laughs> nagyon szívesen, gyerelek gyere közelebb is, igen. És nem vagyok egy mazohista, de mégis nagyon jól érzem itt most magam. És mi ez a boldogság, ami átjárja ezt a szangát? holott esetleg egyikünk másikunk éppen zsibbad és szenved, és mindenféle előjön akár a múltjából. Itt a realitás néha egy kicsit olyan rendezetlennek tűnik, mert ugye belül egy csomó minden átalakul. És az ember nem tudja, hogy most hol fáj egy idő után. Valami fáj, de nem tudod, hogy hol. És szeretnék egy olyan példát mondani, amely sajnos már egy elhúny barátomnak volt a tapasztalata. Ő a három szakos diplomája ellenére hosszú évek munkájával és küzdelmével, illetve azok ellenére sajnos krónikus alkoholista lett. Egy év volt köztünk, és egy jó pár évig nem találkoztunk. És amikor újra beszéltünk egymással, akkor azt mondta, hogy nemrég tette le az italt. És mondom, mi volt az, ami átfordított? És azt mondta, hogy ez egy rendezett homály nevezető állapot volt, amire ráébresztették, hiszen ha nem lett volna homály, akkor ő is látta volna. A rendezett, a rendezett homály bizonyos tudattípusoknál és az alkohol találkozásánál fordul elő. Úgy képzeld el, hogy egyszer csak ellobban a biztosíték, tehát a tükör az teljesen füsttel be van szennyezve, nem látod, hogy látsz, nem hallod, hogy hallasz, nem érzed, hogy jársz, és közben a külvilág számára egy teljesen normális, hétköznapi tevékenységet folytat, csak elmentek közben otthonra. Tehát ő arra emlékszik, hogy uh, valahol a kocsma környékén már az utcán volt, és egy nappal később a Pöttyös utcánál találtak meg úgy rá, hogy, hogy figyelj, figyelj, és mondták a nevét, és egyszer csak fölébredt, és közben eltelt egy nap. Tehát ez volt az a rendezett homály, amikor a gép, a komputer teljesen automata funkcióban, automata pilótán működött, a már korábban megírt program szerint. De az operátor nem volt ott az AFK, away from keyboard, tehát teljesen hiányzott. Ez elképesztően veszélyes, ezt nem is kell mondanom. Tehát itt pont az ellenkezőjét éled meg, le van szabályozva a környezet, szándékosan, azért, hogy befelé tudj figyelni, ne egymással kelljen foglalkozni, illetve az együttműködés terén és ne a véleményalkotás terén foglalkozunk egymással, és a még rendezetlen realitásra ébredjünk rá a rendezett homályban való létel helyett. Ez egy természetes állapot, hiszen amikor ezt a homályt ledobod magadról, ami még a mindennapi életre is érvényes, csak ott nem teljesen fedi le az ember tükrét, a sok-sok téves nézet és egyebek, tehát valami féláteresztő hártya van. De amikor ezek a rétegek elkezdenek lehámlani rólad, akkor egy benső szabadságot tapasztalsz, anélkül, hogy zászlókat kéne lobogtatni, vagy különböző kémiákat kéne magunkba tömni. És ez az a benső boldogság, amely előbb-utóbb elönti az embert, és egy csomó visszavonulásnak a bentlétét, az utána való kintlétet, és egyebet kell tapasztalni ahhoz, hogy ez egy egészséges váltógazdálkodássá kinője magát. Vezetem ezt a test-lélek kombinációt, amit énnek hívok, és nem jövök rá, hogy néha azért ezt is le kéne pucolni. Kicsikét be kéne rajta állítani a szabályzókat. Valahogy tisztában kéne látni. Tehát ezt nem szoktuk észrevenni, és akkor jön a válság, pofoncsap kétszer jobbról, kétszer balról, és akkor azt hiszed, hogy valami baj van a világgal, mert nem szeretnek. Nem, valamit nem vettél észre. Tehát a részleges homályban élünk, ezt hívják a tudat tisztátalanságának amikor a tudat letisztul, akkor ez egy nagyon mély benső öna, önazonosságot ad, amely nem az önképből származik. Tehát nem egy önképgyártás van, hogy euh, elkészítettem magamra egy, 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 egy és akkor azt próbálom megbúztolni, kitenni a különböző felületekre, és hogy azzal azonosítom magam, és jól érzem magam tőle egy darabig, amíg valaki nem törli a gépemre, és akkor meg óriási probléma. Ez a mélységes önazonosság, ez a név és forma nélküli állapottal való megbarátkozás és annak a megtapasztalása. Vimalakirti, aki buddha korában egy komoly világi gyakorló volt, annyi és olyan jó tanítást adott, hogy a Vimalakirti a Sutra az ő nevéhez fűződik. Ezt ajánlom mindenkinek üres idejében, hogy tanulmányozza, mert nem szerzetes írta, világi írta szerzetesek rengeteget írták le ugye a buddha tanítását, főleg Ánanda teljesen nullára és egyre pontos memóriája miatt. Vimlakirti nagyon egyedit írt, és van egy olyan központi fogalom a szutrában, amit úgy hívnak, hogy a teremtetlen türelmes elviselése. Tehát ez a nem tudható tapasztalatának a folyamatos élése más szóval, ahogy az előbb mondtam, a teremtetlen türelmes elviseléssel. Na most ez nem szoktunk hozzá. De amikor kicsit hozzászoksz és megérzed, hogy ez micsoda, akkor egy spontán boldogság élmény van az egy évvállás alapján, az önkép ellobbanása miatt, a tudat szabadságának a megérzése miatt. És aki ezt a szabadságot egy kicsikét így megszaggantotta, nagyon ritkán akarja fölcserélni másra hogyan tudnám meglátni másoknak a buddha természetét, főleg, hogyha még esetleg egy erős ego is kapcsolódik hozzá, mi az, ami eltakarja, vagy, vagy csak bennem, tehát, vagy én vagyok azok annak, hogy ezt nem látom? Amennyire magadban elvégzed a munkát, annyiban látod meg másokban a buddha természetet. Amit magadban úgy hagysz, ami nálad egy vakfolt a tükrön, pont ugyanazt a másikban nem fogod meglátni. Ezért van az, hogyha Uh, állandóan hasonló embertípusok törnek rád és adnak ugye, negatív energiát, az, az számodra feloldatlan karmát jelent és mutatja. Sokat beszéltünk az egóról, és uh, ugye felmerült az, hogy uh, uh, Sungsengden Mester mindig azt mondja, hogy uh, az, tehát hogy minden um, tehát se nem jó, se nem rossz, és hogy az egó kapcsán viszont azért legtöbbször a vagy azokat az oldalait említjük, amik hátráltatnak bennünket, de mit, mit, köszönhetünk az egónak, hogyha duális szempontból vizsgáljuk? Nagyon sok mindent. Tehát az, hogy tudunk individualizálódni, az az önálló én képzethez köthető. Az, hogy tudunk önálló felelősséget vállalni, önálló döntéseket hozni, az bizony az énséghez köthető. Csak az énség fogalma is miben léte nem tiszta. Tehát nézd meg azt, hogyha valaki mindig azt hogy ez nem én voltam. Ez nem én vagyok, és ez se én leszek. Tehát ez a nem én betegsége. Amikor a buddha az anattát vagy anátmant tanította, akkor ennek a mélyebb jelentés az volt, hogy az egoitásod vagy én önmagában, önmagától nem létezik. Ez a hétköznapi számunkra felfogható értelmezése. Viszont volt egy másik nagyon szakrális vonulat is ebben a kifejezésben. Az akkori hinduk ugye az Átma bráhmant imádták, és nagyon magas piedesztára helyezték, egyfajta istenségként. És a buddha nagyon komolyan a tapasztalata alapján tanította azt, hogy az átma nem születik és nincs formája. Tehát nem lehet azt mondani, egy bizonyos kaszt birtokolja, és egy másik kaszt pedig nem. Egy bizonyos embernek a kiváltság, és a másik pedig nem. Tehát az, hogy minden ember képes a felébredésre, a buddha természet tanítása, ez volt az, ami a régi, nagyon konzervatív hindu nézetvilágot megóhajtotta újítani. Tehát az átma a legfensőbb én sosem születik tehát eredetileg nincs neve, nincs formája, nincs élete és nincs halála. Ez is az anátmannak a tanna, tehát nincs külön léte ennek a legfensőbb valaminek, hanem mint lényeg mindegyikünkben ott várja azt, hogy kapard le róla a karmát guánóját, amely ugye a ragaszkodásod miatt rárakódott keményen vastagon. Tehát ez egy, ez egy olyan tanítás volt, amely megmutatta az emberi személyiségnek a kondicionált voltát, az egoitás önmagában nem létező voltát, és az individuum helyes létezését próbálta meg ugye, tanítani. Tehát, hogyha megnézed, akkor szabadságot csak azt tud tapasztalni, aki képes felelősséget vállalni. Tehát ki mondja azt az ember, hogy én, de mi az az én? Tudom, hogy az miből áll össze? Hogyan létezik? Milyen kapcsolatban áll más énségekkel? Tehát tényleg nem az én képzettel van a probléma, hanem a téves nézetekkel. A relatív dolgok abszolútnak való beállításával, a duális természetű dolgok egyként, monopóliumként való beállításával, ezekkel van a probléma, amikor nem vagyunk hajlandók a dolgok, jelenségek valódi létmódját belátni, hogy azok tényleg hogy vannak, és ragaszkodunk a fixa ideáinkhoz. Az én képzet nem jó és nem rossz, ez így van, de hogy működik? Miből van összerakva? Hogyan kapcsolódik másokhoz? Tehát eredetileg nincs, mi hozzuk létre, és ez eredetileg nincs, ez nem csak a buthához, hanem a hatodik pátriárka tanításához is nagyon jól kapcsolódik. A hatodik pátriárka egy olyan versen lett hatodik pátriárka, amely az akkori, tehát a nagyjából Krisztus után 7. 8. századi buddhista paradigmát teljesen meghaladta. Aki először fölírta a versét a kolostor kerítésére, az Senszió volt a szerzetes vezető. Az ő verse így szólt. A test a bóthi fája, a tudat a tiszta tükör álványa, állandóan tisztogas, tisztogass, nehogy valami porrá rakodjon. Erre a hatodik pátriárka feliratta, akkor még nem tudott írni, olvasni, feliratta a következő verset. A bóthinak nincs fája, a tiszta tükörnek nincs álványa, eredetileg semmi sincs, hol a por. Tehát ez azért nul, lenullázta ezeket a nagyon komoly köröket, és meg is kapta érte az öt csillagos ugye, pátriárkai átadást az ötödik pátriárkától, és 17 év után foglalta el a helyét, mert ez akkoriban olyan elképesztően újnak, sőt eretneknek számított, hogy hát ezzel nem, nem jutott volna messzire, hogyha fiatal szerzetesként ezt elkezdi lobogtatni, tehát ez nem ment. Hogyan néz ki egy felébredt, megvilágosult ember? Miből ismerhetjük fel? Érezhetjük-e, hogy ő megvilágosodott? Illetve lehet-e felébredett tudat a erkölcsileg alacsony ö, szinten lévő ember? Például. Az első kérdése nagyon könnyű a válasz. Arany, üvegszálas műanyag. Tessék, itt van. Abszolút felébredett, minden rendben van. Tehát nem élnek közöttünk felébredett élő emberek? Honnan látnád meg? Én csak kér... hát ezt kérdezem, hogy lehet-e bármilyen más -e, mint mi, kisebb az egója? Nem tudom. Tehát van-e kisugárzása? Ha lenne kisugárzása, mivel fognád fel? Hát a sajátommal <laughs> olyan kisugárzása lenne, ami... Először a saját szemünket kéne egy kicsikét kinyitni ahhoz, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy ránk sugároz az a felébredett. Tehát ezért jó, hogy itt vagy. Mert amikor a munkád, a gyakorlatod elér egy olyan szintet, hogy ezt fel tudod fogni, az magától megjelenik. Az, az nagyon jó lesz, amikor majd, hogy hú, tényleg, ez is meg van világosodva, te. hát ez milyen? Hát ez is meg, ez is, ez is, ez is, wow! Na, ezt ez, ez nem lehet csak úgy beprogramozni, tudod, de ezt úgy látni kell. Na, ezért kell pucolgatni azt, ami eredetileg nincs is. Tehát azt a, tudod, na, igen lehet, a buddha korában gyilkosok is megvilágosodtak érinthetetlenek is elérték a felébredést. A felébredésnek a karmához nem sok köze van. De a felébredés megtartása, az viszont már egy komoly karmikus munka. Ez biztos. Nagyon szépen megkérlek, hogy arról beszélj nekem egy kicsit, hogy mi történik akkor, mikor az energia, a, chi, a az egyes csakrákhoz kerül, vagy túlsúlyban van ott, akkor a, mi történik? Akkor kell három példányban kérelmet írni, és azt mondja, hogy Kérlek, kedves gondolkodás, hagyj egy kicsit alább. Kérlek, kedves beszéd, hagyj egy kicsit alább. Szívcsakra van, érzelmek, vihara, kérlek, hagyj egy kicsit alább. Na most ez az, ami nem szokott működni, ki kell vonni az energiát belőle. Tehát, hogyha egy, hogyha egy hivatal nem úgy működik, ahogy kell, megvonod a pénzügyi forrásokat, azt kész, annyi volt. Amikor, amikor az energiát szépen itt letolod a légzéseddel a tantiembe, akkor egy spontán megkönnyebbülés következik be, és nem tudod mitől, ha tudnád, akkor nem könnyebbültél volna meg. Tehát ne akar tudni a módszert nagyon, csak csináld. Ha túlmagyarázod, akkor véged van. Csak tetészted a káoszt. Szépen figyelemmel, lélegzettel ide, hogyha egy fáj valami, föl lehozod, lehet gyakorlatokat, főleg leboruló gyakorlatokat csinálni, az úgy megtolja ezt a mikrokozmikus energiakört a helyes irányba, mint annak a rendje. Érthető is, hogy ugye miért végeztek annyi leborulást. Megint csak a szobor az egy jelzésérték, senki nem vette komolyan, hogy ez a buddha. Ez egy szobor, ez rendben van. Emlékeztet valamire, ahova mi fölnőhetünk. Na most a leborulás pont az, hogy ennek volt egy nagyon komoly belső pszichofizikai hatása, ez törte meg a karma jegét nagyon keményen. Tehát amit a mantra nem tudott volna, vagy sokkal hosszabb idő alatt tudott volna, az ülés megtalán életeken keresztül, és azt a leborulás pár hónap, pár év alatt elintézte. Tehát ezért érdemes leborulni, olyan csakra tisztítást te még nem láttál, amit egy normálisan, szépen, helyes tudatállapotban elvégzett leboruló gyakorlat ad. Ez a 108 leborulás? Igen, meg a 208, meg a 308, tehát így a többszörösét is lehet. Tehát ez a mal, ez nem áll meg az első körnél, tehát nincs ilyen gát benned, tehát tovább lehet pörgetni. Én a 10 bika történetével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Van az a kép, amikor az ember a bika hátán ül, és azt hiszem, talán fuvalázik. Igen. Hogyha jól értem, a történetet, akkor a, a bika az a karmánk. Nézd meg, hogy azért a, a barnasága a bikának inkább az a karmánk. De amikor a, egy korábbi képen már megkötötte és kipányvázta és már nem annyira szélsőséges a tudat, akkor a feje az úgy letisztul, ilyen fehér lesz. Na, amikor a bölcsesség első szikrája megjelenik, akkor a bikának a feje első lába, a marja szépen elkezd kifehéredni, és aztán ahogy a képek haladnak, egyre fehérebb lesz, aztán meg el is tűnik. Tehát nem a bika a karma, hanem a bikán lévő nagy nézé, barnaság, a rárakódott sár. Azt még csak-csak értem, hogy hogy megpróbáljuk megszelidíteni, elfogni, de hogy, hogy az hogy tud engem vinni a hátán, ezt már végképp nem értem. Gyakorlatilag úgy, hogy amikor a karmádat már olyan finomságúra porhanyítottad, és annyira jól ismered önmagadat, akkor ez az egész egy teljesen önszabályzó dolog lesz. Magyarul tényleg hallgatsz a lelkiismeretedre, és nem a szokásaidra. És a fuvola az a harmóniának a jele. Tehát nézd meg azt, amikor egy lovas a gondolatával meg tudja fordítani a lovat. Van ilyen. Ez a zenében kifejeződhet. Tehát annyira finom rezdüléssel, és már hallgat rá, és már megy is arra, és nem kell kényszeríteni, nincs rúgkapálás, semmi. Butha nagyon sokszor hasonlította a tanítványokat egy bizonyos fajta lóhoz. Tehát a, a, jó ló az néha már az ostor árnyékára is ugrik, ezt mondta Ánandának egyszer. És hát van olyan ló, amelyik csak az ostor ütésére ugrik, és vannak olyan makacsok, sajnos csak amikor vérzik. Tehát milyen tanítvány akarsz lenni? Milyen ingerküszöböt választasz? Mennyire adott fel az önvédelmi mechanizmusaidat? mennyire hárítod az igazságot. Ez mindenki saját magán múlik. De minél magasabbra emeled ezt az ingerküszöböt, annál nagyobb szenvedés kell ahhoz, hogy átmenjen a tan. Tehát a tízbika történet az egy fantasztikus sorozat, taoista és buddhista elemekből áll össze. A taoizmusban emlékezetem szerint hat kép volt, és a buddhista ugye, a hozzáadás az négy lett és akkor van olyan, hogy 11, de legtöbbször 10. És ez, ezt ciklusban képzeld el. Tehát az első után jön a második, és a tizedik után da capo fine újból, aki ugye mester lett, az utána piac térre szépen ugye bemegy, és a darmát elkezdi tanítani, és utána jön a következő tanítvány, és a nagyon gyakori 11. kép az, hogy ott térdel a tanítvány a mester lábánál, és az első kép az, hogy a tanítvány elkezdi keresni a bika nyomait. Tehát megkapta az instrukciót, 10. vagy 11. és utána elindul az önálló gyakorlat útján. És akkor megint elkezdődik az egész. Jó? Azt vettem ma észre a délelőtti munka után, fizikailag egy kicsit lefáradtam, és utána a meditációban sokkal összeszerettebb, fókuszáltabb voltam az első 50 percben, a második 50 percre ez elmúlt, vagy hát kicsit kiengedett. És kísérletképpen szünetben csináltam pár leborulást, hogy megnézem, hogy ez a, ez a fizikai fáradtság megismételhető ez az összeszerettség, és, és másodszor is mm, ez így történt, hogy a délutáni meditáció is és egy összeszerettebb tisztább volt, mint a, mint a második 50 perc. És hogy ö, mi történt itt, hogy elmegy közben az energiám valahova, vagy. vagy ö... Áthelyeződik. Tehát ezekből a központi csakrákból, ahol egyébként a legtöbb forgalmi dugónk van, a felső csakrákból átment a csia vázizmokba, és onnantól kezdve az energia elvitte az információt is. Tehát ahol energia van, ott információ is van, és viccaválza. Ahonnan kivonod az energiát, onnan az információs eltűnik egy idő után. Tehát ez egy nagyon jó és ezért szoktunk szeretni sétálni, sportolni és egyebek. Ez egy ideig működik, és hogyha a testmozgása tudat tisztulását segíti elő, van olyan, amelyik ezt megteszi, akkor a következő meditáció már minőségibb lesz, jobb lesz. Egyébként rossz meditáció nincs, csak el nem végzett meditáció. Tehát, hogy sok karmát látsz, keveset, szépet, csúnyát, egyebet, az teljesen mindegy. Csináld, és akkor jó. A testmozgás az eszenciális akkor, amikor az ember ugye kezd, ezért kóriában a noviciusok, novíciák az első pár évben rengeteg leborulást végeznek, de van úgy, hogy ezer napon keresztül napi ezret. Tehát azt tudj. Ez ritka, az egy éven keresztüli 5-600 az nagyon benne van és ez alatt olyan tisztulás, tapasztalat és élmény lesz a része, ami folyamatos. Tehát nem egy hatalmas nagy durranás, és utána szedegeted a törmeléket hónapokig, hanem egy nagyon folyamatos, tiszta élmény, elér egy utazó magasságot, és ameddig az élethelyzete, teste egyebe lehetővé teszi, addig csinálja is. Tehát úgy kell felfogni a leborulást, mint tényleg a jégtörést. A mantra az a jeges víz felforralása, és az ülés pedig a forráspont után, ugye, elpárolgó gőznek az elfúvása. Most nyugaton, amikor meglátták azt, hogy hát te, ezek ülnek. Ülnek a fa alatt, meg ülnek a templomban. Tehát mindenki leült, az körülbelül olyan, mint hogy én ilyen, huf, 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 és a jéghegyet el akarod vele olvasztani. Mert ez nem mindig megy. Nagyon fontos a hagyomány egészét látni, a módszerek teljességét látni és élő átadásban megkapni, nem pedig ugye könyvből elolvasom, és akkor indul a Sofni És akkor látod azt, hogy az adott módszer mire való. Amibe belekérdeztél, az egy nagyon fontos módszer, és onnantól kezdve használd a testmozgást úgy, hogy a mozgás maga már a darma gyakorlatába tartozzék. És akkor kettőt egy csapás. Ego és a félelmek bizonyos kapcsolatáról Kedvenc szeretnélek elmány. kérdezni. Nekem is. Minél nagyobb az egó, annál jobban fél. E, és ez akkor is így van, hogyha mondjuk egy ilyen alfa hímnél azt látod, hogy már pedig ő halál megvető Na azt a halált először meg kellett vetni, és akkor utána lesz a bátorság. Tehát elnyomott félelemből van az egész. Vajon mitől van az, hogy valaki, aki mindenféle félelem nélkül elmer menni, Antarktiszi felfedező útra, vagy kikötözés nélkül sziklát mászni, az majd meghal a félelemtől, amikor fogorvoshoz kell mennie. Hát ezt átérzem. Pedig tudja, hogy nem lesz ott sem fájdalom, mert fájdalomcsillapítót kap. Jaj, meg de olyan lesz. Már hát a technika, az elején, akkor amilyen... belevágják az ínyetbe az injekciós tehát hát ne lenne? Még hogyha lidokain krémmel bekenik az ínyt, akkor is. Én, én, mondtam a fogorvosnak, hogy nézze el a színházat, de amikor, amikor én gyerekkoromban ilyen fogtömés, meg ilyen bölcsesség fog, meg szájzár, feloldás, meg ilyenek, akkor ugye beégett a túlélő tudatba, hogy nem engedem, hogy hozzányújjanak. Kicsit baromi erősen benne van. Azt kell látni, hogy alapvetően nem a haláltól félünk, mert tényleg nem tudjuk, hogy mi az. A szenvedéstől félünk. És a fogorvosnál nagyon megjósolható. Tehát még a nagyon jó fogorvosnál is ö, odamész, és Hát láttunk egy-két filmet a Brazíliától kezdve a különböző ilyen szép filmekig, hogy nem ment, hanem vitték, és akkor ott kirakták a szerszámokat. Asszociációk hada, projekciók hegyei. És amikor ezek a projekciók tényleg érzékszervi tápot kapnak, hogy tényleg megszólalt a fúró, meg a nyálelszívó, és akkor, és akkor úristen, ez velem is meg fog történni. Tehát ilyen hihetetlen projekciók vannak, és félelem tanulmányok pszichológia és egyéb ilyen hírszerzési tevékenység mutatja, hogy a félelem keltésénél nagyobb fegyver nincs. Tehát nem a fizikai behatás fog téged hazavágni, hanem az attól való félelem. Nagyon fontos az, hogy én elmondom az egyik ilyen fogorvosos élményemet, amikor süldő gyakorlóként 20 évesen a második bölcsesség fogamat kellett kihúzni, és ismerős volt a fogorvos, Beleg szomszéd, jó nagy rendelő, önálló fogröngen, ami a 90-es években nem volt adott mindenhol, fantasztikus jó ember, két család összejárt, és én, mint a nyárfa Tehát hihetetlen, és nem csak hogy remeg, hogyha félsz, akkor dühös is vagy. Tehát a félelem, harag, agresszió az úgy nagyon együtt jár. Akkor, amikor odaérek, és hallom ezeket a hanghatásokat, és a, a, a kezem így elkezdi azt a műanyagot megragadni, akkor egyszer csak átfordul valami a tudatban, és megszólal az egyik leggyönyörűbb a hang. Belsz, hogy figyelj, ez az ember segít neked. És akkor elindultak van szemból mantra, és olyan szépen cuppant ki az a fog, hogy az páratlan, azt mondja, nem mozogj, mert ha beszakad, akkor vésni kell. Érted? És akkor, és akkor mondtam. És akkor így én, a könnyek már egyébként is úgy csurgod, de és így még inkább egy kicsit és átéled azt a drámát, hogy mi van, és akkor minden fogásznak megvan a maga technikai, de a régi székeknél volt ez a kis ilyen gallérszerű fellépő, lehet, hogy most is van még, most már lehet, hogy leengedik, vagy mit tudom én, Fölépett rá, és volt egy kis pocak, és odaszorítja a fejemet, és így vesz egy nagy lélezet, és tudod, egy kicsit olyan, hogy jaj, hát akkor én biztonság vagyok, mert így, kvázi megölelték a fejemet, és csak egy, egy ilyen cup, és belül egy azt az elengedést te. Hú! Alakítsd át a viszonyt valami mássá, és akkor teljesen másképp fog működni az egész. És akkor te is a saját színházadat, amit a fogorvosi rendelőben lejátszol, vagy az illető lejátszik, azt másképp tudod nézni. Ha a fájdalom van, akkor az ember reagál rám, az összes ösztöne az ott van. Szumzászonyi nem fájdalomcsökkentő technikákat tanított, hanem azt mondta, hogy amikor fáj, akkor csak fáj. De ebben óriási dolog van elrejtve. Azt jelenti, hogy a fizikai fájdalom, ahogy az előbb mondtam, az 10%. A tudat projekciója erre, az a 90, na abba pusztulsz bele. Tehát fizikailag elviselni azt, hogy különböző szerszámokat mennek, jönnek, stb., az nem sok. De amit a tudat legyárt ebből, az katasztrófa. Na, ez van a mozikban. Tehát megfelelő hormonkeveréket gyártanak le audiovizuálisan, megnézed, tudat legyárt, és akkor te különböző érzetekkel jössz ki a színházból. De hát színház az egész világ, úgyhogy a fogorosi rend, az egy nagy dráma. Az egy hatalmas nagy dráma. Egyéb kérdés? Tehát az utóbbi pár évben az életemnek egy olyan szakaszában vagyok, hogy olyan céltalan vagyok, motiválatlan vagyok, amik úgy korábban érdekeltek, nem érdekelnek. Kipróbálok dolgokat, de úgy semmi sincs, ami úgy igazán megérintene, és úgy olyan kedvetlen vagyok, vagy úgy Nincs kedvem úgy semmi különös dologhoz, munka sem motivál, úgy semmi különös Pesti az vagy? Nem, Szegedi. A Szegeden nincsenek ilyen helyek, tudom, de egyszer gyere föl, légy Pestre, és javaslom, hogy a vonata nyugatiban fog kitenni, gyalogolj a Szondi utca és a körút sarkáig. És utána a Szondi utcán légy szíves, gyere föl szépen, folyamatosan a Hősök teréig. Ez alatt minden ilyen problémád el fog múlni. Tehát a Szondi utcán való végig jövettel, amit én már 50 éve rovok pár év kihagyása, és ugye szangatásai meg tudják erősíteni, hogy az utcának a változása az a, azt hiszem a Sákyamoni Budha utazásához mérhető már, amikor elhagyta a palotát. Tehát lejössz a bérházból, és látsz születést, öregséget, betegséget és halált ott éppen a járdán. Tehát amilyen állapotban tolják a sánta babakocsiban az újszülöttet, ahogy az öregség, betegség, halál viselkedik az utcán, és ott van előtted, ha az nem állít irányba, akkor semmi. Tehát nem kell messzire menni. És még van egy-két hely az országban, ahol persze ennél keményebbek a viszonyok, de én ezt látom, és én ebből vételezem a heti, napi mintáimat. Úgyhogy az emberi helyzet akkor válik nagyon nyilvánvalóvá, Paradox módon, hogyha a sajátunktól el tudunk egy kicsit vonatkoztatni, és akkor azonnal a helyére kattam minden. Miért vagy itt? Miért születtél meg? Mi a dolgunk? Mit tegyünk? Mit ne tegyünk? Milyen irányba menjünk? Mely irányoktól tartózkodjunk? Ezek mind húsba vágó és nagyon komoly kérdések, és néha pont a saját kényelmi zónánk az, amely a válasz útjában áll. Tehát akkor elhagyjuk a kényelmi zónát, és rálépünk az útra, és ezért jó néha utazni, ezért jó néha körülnézni, és tényleg érezni azt a teret, azokat a szagokat, látni azokat az embereket, és néha nem félelemmel így elhúzódni, hanem a szemükbe nézni, és esetleg elbeszélgetni velük, hogyha megszólítanak. És nem kell sok, egy, egy pár érményi apró pénz ahhoz, hogy tényleg a, az időleges barátság meglegyen, és ne kelljen félni. Néha még ez se kell. De hogy milyen állapotban vannak ott az emberek, az tragikus. Nagyobb kör kell, tágabbra kell nyitni a szemünket, és a külső tapasztalatok után belül föltenni a kérdést, hogy mi a dolgom. És a tapasztalatok nagyon sokat segítenek abban, hogy megtaláljam. Én az éneklésről szeretnék kérdezni. Beszéltünk másokat a leborulásról, a meditációról, az éneklésről nagyon keveset. Én mostanában vettem észre magamon, hogy az éneklés, mint a kicsapna belőlem egy biztosítékot, is. És... Belőle csak egyet? <laughs> hát, Nekem legalább 5 ötöt ot Attól esik olyan jól, tudod? Tehát ez mindig, és akkor megszűnsz gondolni erre, Megszűnsz gondolni arra, most így se érzed magad, meg úgyse, de amúgy aztán tényleg nem tett. Nagyon sok ilyet megszüntet a az éneklés. Nekem nem, nekem pont negatívan hat rám az éneklés. És ez akár itt, ebbe a terembe, vagy akár kint az erdőbe, vagy, vagy bárhol otthon, nem tudom, hogy ez, ez miért van, vagy hogy, hogy, hogy hat ránk az éneklés. Hát azért van, mert a rozsdás fém nem szereti a drótkefét. Jó? Tehát elkezdi bontani a karmádat szépen lefele, és a sok-sok zajt az törli, és új jeltartomány jelenik meg. A jeltartomány az, hogy ébredj föl, segíts minden lényen, és ezt különböző változatokban és felrakásban, különböző panteum és egyéb lények segítségével ugye, kommunikálja feléd a tan. Ez szokatlan. És a Kicsikek is önképünk, és az ahhoz való ragaszkodásunk az, ami elképesztő erős tud lenni, és amikor ezeket a fixa ideákat, felvett önképet, létmódot, szokástengert, ezt elkezdi zavarni a, a mantra, akkor azt a negatívnak éled meg. Most képzeld el, hogy ott vagy a lakásban végre, és egyszer csak kigyullad a gáztűzhely de neked nagyon-nagyon jól esik az a meleg, mert tél van, és ott ég a konyha, és ott melegszel. És jönnek a tűzoltók, és mondja, hogy hát tessék már kifáradni onnan, itt a létra. Nem megyek én, ilyen jó meleg van. De magára ég a ház, ne szórakozzon. Nagyon gyakran, és ez a buddha tanításában beletartozik, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyerekek az égőházban, akik ugye játszogatnak, és jó meleg van, és jól érezzük magunkat, és aztán csak ránkomlik az egész, és meghalunk. Úgyhogy nagyon szokatlan néha játékokat ott hagyni és kijönni a házból, nem ég ott a tűz, sokkal nagyobb a tér, ismeretlen hideg van, és elhagytuk azt a komfortzónát, amelyik ugye, ilyen érzetekkel ruház minket fel. Nem erőszak a disznótor, de egy biztos, amikor fenntarthatatlanná válik ez az egyénhez kötött kicsi lét, amikor az elszigeteltség és az erőltetett komfortzóna egyszerűen befutcsol és csődbe megy, akkor mi van? Tehát előtte kéne finomabb jelre hallgatva keresztül menni fokozatosan azon, amit egyszerre nagyon kevesen bírnánk ki. Ezért érdemes arra hallgatni, amely belül egy nyugodtabb hang, egy nyugodtabb, világosabb meglátás. Kevésbé hullámzik, és nem annyira ideges, és nem annyira helyhez és feltételhez kötött, hanem egy kicsikét mélyebb és tisztább, mint az átlag hang és átlag képzet. Nem beszélnél a pozitív karmáról? Nem. Jó. Mert akkor negatív karmát hozok létre. Ha van egy gyönyörűséges kobra kígyód, akkor szeretnél rá lábakat festeni? Nem. Én sem. És hogyha valaki lábat fest rá, akkor húzná rá az oknit? Helyes. Mert hogyha még cipőt is húzná rá után, akkor meghal a kígyó. A saját szemeddel láthatod, füleddel hallhatod, és a lelkeddel érezheted, hogy mi a helyes karma. Tehát helyzetből kiragadva, absztrakt és elvont módon nem fogok neked jóról és rosszról beszélni. Eredetileg sem jó, sem rossz nincs helyzetből kivéve, kapcsolattól függetlenül. Tehát a jó karmának a teljesen hamis definíciója helyett inkább azt tanítom, amit a buddhák és pátlyárkák az zemmesteri vonalon keresztül, emmesterék tanítottak, helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés, mindez úgy, hogy az irányvétel az, hogy ébredjünk föl és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Most ami ezt szolgálja, azt nevezhetjük jónak. Néha nem úgy érződik, hogy jó. Néha fáj. Lásd fogorvos. De az, ami a négy nemes igazságnak úgy megállja a próbáját, azt nevezhetjük akár jónak is, csak nem nevezzük. Mi az, ami a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja? Ez nagyon jó iránymutató. Vagy az előbb, hogy mi az, ami a felébredés szolgálja? Vagy mások szabadságát, együttműködését, harmonikus életvitelét szolgálja? Megvan a nemes nyolc rétősvény, csak annyira fineszes, hogy azt mondja, hogy helyes nézet. Helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes meditáció, helyes életvitel, helyes erőkifejtés, helyes, helyes. De mitől helyes? Hát, hogy tiszta a tudatod, attól lesz helyes. Hogy helyesen ismersz föl, helyesen viszonyulsz, helyesen cselekszel. Jó? Tehát ez iszonyú fontos ahhoz, hogy ne ragadjunk bele ugye az, az infantilis jó és rossz fogalmába, és akkor azt hiszük, hogy az objektíve ott kívül létezik. Jó? Na ezért nem beszélek neked a jókarmáról. Oké? Egyéb kérdés? Azt szeretném megkérdezni, hogy a nagy meghaladó bölcsességnek az utolsó sorait értelmeznéd magyarul? A gáté, gáté, parágáté, parasszámgáté, Meg több fordításban is láttam. Nagyon szívesen. És magyarul nem, lát, nem találtam olyan értelmezést, ami úgy az egészet uh, körül körülírná. Pontosan, hogy mit jelent. Röviden, menj, menj, juss át a kapun, válj buthává. Na most szó szerint nem ezt jelenti, de szó szerint nem lehetne összedakni magyarban egy értelmes mondattá. A gáté az ugyanaz, mint a gate, gatve, gasse, indó-európai nyelveken kapu. Tehát kapu, kapu. Paragáté, át a kapun, bodhisvaha. Csak itt sem mondják, hogy mi ez a kapu. Mert biztos, hogy nem kétszárnyas. Tehát olyan kapu, amely ugye a zennél, hogyha egy kicsikét tanulmányozod a zen iránytűt, van egy ilyen, hogy ha át akarsz jutni ezen a kapun, a zen kapuján, ne engedj a gondolatnak. Ne engedje a dualisztikus gondolkodásnak akkor, ha ezen a kapun át akarsz jutni. Na, ez már egy jó utalás erre. És meg kell látnunk azt, hogy a, az ősi kultúrákban, például a kínaiban, ahol a taoizmus és buddhizmus találkozásából keletkezett a zen, ott nagyon sok dolgot adottnak vettek, hogy te azt tudod. Miért? Mert kulturálisan kódolva volt, hogy hogy kell egy írásjelet értelmezni, hogy kell egy tant megtanulni, hogy kell a meditációt gyakorolni. Az egyik elrettentő példa az, hogy te ugye, kimész mondjuk nyugatiként egy kínai vagy koreai kolostorba mai napig, valahogy bejutsz, és azt figyeled, hogy neked nem tanítanak semmit. Csak megmondják, hogy hogyan viselkedjél. Itt kell meghajolni, így kell leborulni, így kell enni, stb. stb. Amit mi elmondunk az elvonulás elején, az első este, Azért az emberek hónapokat, néha éveket dolgoznak kint Ázsiában, hogy azt meghallják. Miért? Azért, mert az eltelő idő alatt, hónapok, esetleg egy-két év, az illetőnek bizonyságot kell tenni arról, hogy tud alázattal szolgálni, hogy elég kitartó, hogy meg tud feledkezni a saját véleményéről, és egy csomó olyan minőséget fel kell vonultatnia, amelyet az adott kultúra adottnak és Nélkülözhetetlennek vesz ahhoz, hogy te a darmát megkapd Na most, ha mi ezt így csinálnánk, eléggé kevés lenne a tanítvány. Jó? Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos momentum. Nézd meg, hogy az adott kultúra hogyan működik, és abban a darma, hogy működik, és ennek a kettőnek a viszonya nagyon-nagyon sokat tud neked tanítani. Nem tudtuk az egyes mantrák jelentését éveken keresztül korják, nem mondták el nekik, az mindegy volt, az volt a fontos, hogy csináljad. Kész. Aztán, amikor sikerült megtudni a jelentésüket, nagyon sokszor az volt az érzésed, mint a jó autofókusznak, hirtelen helyre kattan, minden kiélesedik, expozíció, beleteszed az albumba és mész tovább. Ennyi. Megtudtad a GT-GT, Paragat, Paraszamgáté jelentését az elmúlt három percben. Ez nem mentesít semmilyen kötelesség alól. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Nekem lenne még egy kérdésem. Itt a gáté gt gáté, paragátéval kapcsolatban, hogy én teljesen kezdő vagyok, nekem ezek az ennénekek teljesen újak, tehát soha nem hallottam korábban. És ö, érdekes módon ma reggel a meditációban ez a valahonnan ez a gt gt paragáté többször előjött, ö, és úgy nem tudtam hova rakni. Mert... Ne is rakjat se hova. jó az ott, ahol van. Tehát, tehát... Oké. Okay hogy ennek mi a jelentősége, vagy ezen keresztül elmondanád, hogy hogyan működnek ezek a számomra tényleg halandzsa szövegek, mert nem tudok mögötte semmit, vagy nem értek mögötte semmit, hogy hogyan hat az emberre, hogyha ezeket az énekeket énekli? Pontosan úgy hat, ahogy ez le van írva, csak nem tudod, hogy mit jelent, de ugyanazt a hatást fejti ki. Ez azért van, és pontosan ugye látható, hogy a tudat mely mantrát küldi vissza a tudattalamból. Tehát mi az, ami visszhangot kap? Tehát azzal a mantrával inkább van dolgod, és inkább hasznos, mert azt kezdi el a tudat visszhangozni. Tehát mi egyébként, ha hagyjuk, egy nagyon egészséges és nagyon önszabályzó entitás vagyunk, mint emberek. De ha nem hagyjuk, akkor ilyen borzasztó szélsőségekre vagyunk képesek, és a mantra azért jön vissza, hogy tudatosuljon, hogy ez kell. Hát ezt kéne akkor használni ahhoz, hogy a tudat tisztaságát föntartsd. Az, hogy halandja vagy nem halandja, lényegtelen. Képzeld azt el, hogy egy majmot hónapokon keresztül arra tanítanak, hogyha egy piros gombot megnyom, akkor kijön a banán, és folyik a víz, és akkor étel, ital, Hawaii, Digi, napszemüveg, kánván, minden megvan. Közben egy nagyon komoly astronauta képzésen az összes mozgó alkatrész megtanulásával, fizikai, elmebbél és egyéb tesztek kísérletében megtanítják az űrhajóst arra, hogy amikor megnyom egy piros gombot, akkor fölmegy az űrhajó orbitális pályára. Beengedik a majmot az űrhajóba, és ugyanazt meg tudja csinálni. Ő azt hiszi, hogy banánt és vizet fog kapni, ugye? De valójában földkörüli pályára állított egy hatalmas nagy űrhajót. Teljesen mindegy, hogy érted a mantrát vagy sem, nyomjad. Köszönöm. Hogy nagyon érdekesek ezek a képek meg festmények, amik az itt meglévő újságokban, meg itt a falon is a buta mögött is vannak, hogy hogy, hogy nagyon, nagyon érdekes ez a glória forma, ami ugye egy csomó szent képen is mondjuk keresztény ábrázolásban is van, és hogy van egyébként valami párhuzam, vagy egyébként mit szimbolizál mondjuk a, a zen ábrázolásokban? Hát ez hindu és buddhista hagyomány egyszerre, és a helyzet az, hogy akik nagyon tiszta és erős energiával rendelkeznek, azok a mítosz szerint ezt a fajta aurát ki tudják bocsátani magukból. Tehát most képzeld azt el, hogy hatalmas zaj van, de hogyha ezt a zajt te ki tudod szűrni, és zenét sugárzol, akkor ez a zene nagyon messze el tud hallatszani, sokkal messzebbre, mint a zaj. Sokkal jobban látható egy ilyen nagyon rendezett energiállapot. Miért? Mert a tudatot rendezte mögötte. Amikor a tudat kisimul, akkor az energia is kisimul. Amikor a tudat kifényesedik, akkor az energiája is kifényesedik. Most én kétlem, hogy csak úgy köré festettek valami aranyat, mert ilyen napocska meg ilyenek. Fizikailag ilyet senki körül nem láttam. De a jelenléte minden lénynek más. És nem kétlem, hogy egy ilyen látható szférát is el lehet érni vele. Biztos, hogy nem ez a feltétele annak, hogy te jó ember légy. Nagyon fontos az, hogy lássuk benne azt a történetiséget, amiért ez megszületett, és azt a fajta tanítást is, ami ezen keresztül jön. Tehát a tudatállapotod határozza meg az energiállapotodat. És kész. És nem glória gyár vagyunk, hanem a tiszta tudatnak ugye, a lehetőségét szeretnék megadni mindenkinek. Ez úgy tűnik, hogy egy nagyon magas szint, ami itt van. Hogy ez kinek, hogyan manifestálódik, az egy más kérdés. Mondtad, hogy amilyen a tudatállapot, olyan az energiaszint, és iszonyatosan elfáradtam ezzel a pár nap alatt, de annyira, amennyire nem szoktam egyébként, pedig nagyon sok. Ennek nagyon örülök. Tehát akkor most nagyon alacsony a tudatállapotom. Mit szerettél volna elérni ezen fáradtság által? Nem, csak meglepődtem igazából. De valami csak kifárasztott? Hát hajaj. Na, de mi volt az? Hát ugye minden. Az egész nap, a, a, a napi rend is egyébként. Az érkezés is? Hát az katasztrófa lehet Te ilyen hát, jó kaját én még életemben nem ettem. Igen, ez így van, hogy nagyon-nagyon finom volt. Az is kifárasztott? Nem. A, az ugye, nem. hogy nem? Pedig milyen szertartásos. De a rendszere azért igen, szerintem. Ö, nem baj, csak inkább élsz, hogy ennek van, ez így normális, hogy, hogy ennyire elfáradtam, nem. mint... Nem. Nem. Nem normális. <gül> Jó, <gül> köszönöm. Akkor, amikor a, a, a tudat belehajszolja magát egy, egy ciklusba, vagy több végtelennek tűnő ciklusba, akkor energiát veszít. Kiderül, hogy nem az ülés, szertartás, éneklés, munka, nem ez a fárasztó. Ezt akkor tudod meg, amikor hosszabb ideig itt vagy, és ki tudod kapcsolni azokat a belső, Óra gerincű felpattanókat, amelyek állandóan tolják az energiát ki a környezet, mindig akar valamit. Igen. Tehát ezek azok az autonóm programok, amelyek belül futnak, és így a formának a vaskapuján végig visszapattannak. Még abból nagyon sok volt. Igen, Na, amikor ezek a gondolat- és érzelmi ciklusok megszűnnek körbeforogni, akkor meg, megáll a forgomorgó, és nem uh, fárad ki. Tehát van olyan, ami a darma energiának az áldásos állapota. Ez a, amikor a megjelenés és eltűnés megszűnik, akkor ez a nyugalom a boldogság. És ez egy nem ütvtan, tehát ez nem ígéret, ezt el lehet érni, meg lehet tapasztalni ebben az életben egy normális gyakorlat. Persze a, a gyakorlat által, mert annyi minden van, olyan elképesztő a belső lefolytottságok intenzitás és egyebek jelenik meg. Ezek a folyamatok nagyon ki tudnak minket fárasztani. Na ezért kell, ahogy ezt az egyik kérdésben hallhattad, fizikai síkra levinni. Tehát amikor ilyen van, akkor dobjál, dobjál rá egy lapáttal, leborulással, sétával, csikunggal, bármivel, és akkor elkezded visszaforgatni ezt a mentális energiát fizikaiba. És a megfelelő módszerrel tisztább tudatot érsz el. Ez biztos. Az önvédő mechanizmus lenne... De még nem má tudom. Megint. Má... Ha nem volt elég a múltkor. De. Csak. Ö... Szóval, hogy így nem tudom a kérdés még pontosan, de hogy ma már itt többször elhangzott, és én csak most esett le, hogy, hogy ezt csinálom. Mert mint hogy. Mert esett, de... utána mi lett vele? Hát aztán ö... bőgtem egy csomót, szokásom a szíven. Ö... Nem tudom, hogy ez vezete bárhova, hogy így ez... ez vezet. Ez, 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 ez Amikor a... rálátsz valamire, és, kicsordulnak a könnyeid, ugyanoda már nem tudsz visszamenni, mint az előtt. De én rengeteget bőgök, tehát ezt ne, nem hiszem. <laughs> Adok hozzá zsebkendőt. Nagyon sokat. Igen, egyszer mondtad ezt a könnyeztet a senki földjét, de hogy ezen az ember így elporoszkál, meg megy is rajta, és hogy így, e, így biztos már múlt is megkérdezte, hogy meddig, de um, meg ezzel az is van, hogy, uh, hogy egyszerre azt is gondolom ezzel, amikor nem, nem veszem észre, hogy ezt csinálom, hogy, uh, hogy így azért szeretném, hogy így sokan szeressenek, leginkább mindenki, az jó lenne. Aztán meg például, amióta meg így ülök, azóta meg azt gondolom, hogy jobb lenne, ha talán nem szólna hozzám senki. Azért ki nagyon hasonló az, hogy mindenki szeret téged. Uh -huh. Előbb-utóbb rájössz. Írógboltjában kedvenc könyves voltam a mai napig. Évekig ki volt téve egy ilyen, hogy ne csácsogj, növeled a káoszt. Ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert egy könyvesboltban ugye megy a diskurzus, az és a többi igényes irodalmi és egyéb társadalmás, de hogy az eladó fiúk és lányok ne csácsogjanak annyit, ezt a főnöknek ki kellett írni. Tehát az, hogy szavak nélkül meg tudjuk érteni egymást. Hogy észrevesszük a valódi emberi kapcsolatainkat, hogy tudunk segíteni spontán egymásnak gondolkodás és egyéb ö, dolgok nélkül. Ez a szeretetnek egy nagyon magas formája. És hogyha azt akarod, hogy mindenki szeressen, akkor egy idő után senki se fog. Úgyhogy Ezt nem kell akarni, hanem észrevenni azt, hogy természetesen mi milyen kapcsolatban vagyunk, mi emberek már ott van. Csak még nem leltél rá. És a kölcsönös segítség, közös gyakorlat, az emberi helyzet, kapcsolat és működés felismerése, ez a szeretetnek az alapja. Sőt, néha ennél nem is kell több. Utolsó kérdés. Az megvan, hogy hogyan működik a mantrapraxise álomban, de hogyan működik a test elhagyása után? azt így elmondanád, hogy olyankor mi történik, hogy Ugyanúgy, mint álomban, csak az álom után ugye felébredsz a testben, amikor meg nem jössz vissza, akkor meg nem ébredsz fel a testben. De hogyan vezeti a tudatot? És mi van akkor, amikor érted mondják azokat a mantrákat? Tehát mi a különbség az a praxis között, amikor te mondod éveken keresztül az egyfajtát, és utána a szertartásoknál, ugye a halotti szertartásoknál, ugye meg a szanga mondja, érted a mantrát a sajátodat azt elviszed magaddal, a szangáit azt vissza kell fizetni később. Jó, és merre vezetik a tudatot? Hát amerre mondják a mantrát, tehát az nagyon nem mindegy, hogy milyen mantrát mondanak, ezt most kicsit komolyra fordítva a szót, azért fontos a halotti szertartás, mert a legtöbb ember nem tudja kezelni a halál utáni nagyon-nagyon kritikus első órát. Nem tudja kezelni. Tehát nem tudja, hogy meghalt, különböző felesleges tudatmozdulatai vannak, nem tudja az érzékszervi sík, felgyőlemlet, fekete masszaszerű kátrányát áttörni, csomó probléma van. Akkor, amikor szertartást mondunk valakinek a rossz szóval lelki üdvért, akkor ebből az elképesztő labirintusból az asztrásik megoldatlan, euh, dzsungelszerű euh, megoldatlanságaiból ugye szeretnénk kivezetni gyakorlatilag nem, nem csinálsz mást, mint a viharos tengeren hányódó ködben, záporban, teljesen látásképtelen hajónak, a kapitányának hirtelen a parton egy ilyen világított torony szépen kigyulladna, akkor arra kell menni, kész. A szertartásoknak ilyen szinten óriási jelentősége van, nem csak a halottaknak, az élőknek is. Tehát holnap lesz egy gyermekáldó szertartás, majd azt néz meg, ami ott lesz. Ha sír, ha nem sír, olyan adag darma energiát fog kapni, hogy az, hogy az hihetetlen. Az, hogy hogyan fogja a csöpség lereagálni, az egy dolog. De az, hogy most 45 embertől fog áldást kapni, nem egytől, és mindannyian énekelni fogunk azért, hogy a nagy szeretet, nagy együttérzés, bóthiszatva útját járja, az faktum, az kész, az óriási. Tehát egymást tudjuk a lélek energiával láthatni, és hagyjuk is. Bármit, amit kisugázó magadból, legyen az mantra, vagy gondolat, vagy egyéb érzelem, vagy bármi, az a, a térben, ugye, te jelen vagy. Ez a közös jelenlét, az, amit emberi atmoszféraként, csoportos hangulatként szoktunk érezni. Csak csináld a mantrát magadért, másokért, teljesen mindegy. És akkor az működik. A négy nagy állapotban egyaránt, tehát a, a bardó négy megjelölt állapotában. Örülök, hogy ennyien együtt gyakorlunk. Örülök annak, hogy ennyi kezdő és még kezdőbb együtt van és egy nagyon komoly erőfeszítést teszünk arra, hogy a darmát elsajátítsuk, a saját zajunkból egy kicsit lejjebb adjunk, és megtaláljuk az utunkat, amelyen, hogyha tényleg haladunk, akkor felébredhetünk, és megszabadíthatunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!